A szerződés kötésre a tanácsterembe hívták azoknak az alapítványoknak a képviselőit, akik a polgármester hivatal idei kiírásának valamelyikén sikerrel pályáztak. Munta Levente polgármester elmondta, a város szabadon elkölthető pénzének több mint 20%-át pályáztatták meg, vagyis 1,6 millió lejjel próbálják segíteni az alapítványok egyesületek elképzeléseit. Az összeg nagy részét a profi sportra különítették el. A polgármester közölte, idén a tavaly nyár is többen használták ki a lehetőséget. 200-an pályáztak, a szám egyébként évről évre nő, idén több új pályázó is megjelent a jelentkezők között. A városban úgy tudunk hatékonyak lenni, én mindig mondom, hogyha összefogunk, hogyha együtt dolgozunk. Most megint azt mutattuk meg, hogy együtt dolgozunk az alapítványokkal, és olyan pályázatokat valósítunk meg, olyan programokat, amelyek a városlakóknak hasznot jelentenek, érdekesek, szépek, jók. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ennyien jelentkeztek, és a költségvetésünknek jelentős részét velük együtt hasznos programokra költjük el. Munta Levente polgármester azt üzente az alapítványok képviselőinek, hogy mivel közpénzről van szó, szakszerűen és körültekintően költsék el, azaz úgy, hogy a későbbi esetleges számvevőszéki ellenőrzésnek is feleljen meg az elszámolás. Az előjáró elmondta, még a civilekkel közösen jelentős dolgokat lehet megvalósítani, hiszen jó partnerei a városvezetésnek az alapítványok. Egyébként a többi nyertessel is hamarosan aláírják a szerződést.